Május utolsó vasárnapján, gyerekzsivajjal és jókedvel telt meg a Sinka István Művelődési Központ melletti tér. Színes lufikkal, vidámparkkal, ugrálóvárral és sok más szórakoztató kreatív, népművészeti és ügyességi játékokkal várták a szervezők a kicsiket és a nagyokat az idei év első szabadtéri rendezvényén, május 30-án, a Városi Gyermeknapon. Kicsit itt az ember ilyenkor nosztalgiázik és a saját gyerekkorára gondol, sajnos én már nagyon régen voltam gyerek, de örülök, hogy az itt résztvevő gyerekek jól érzik magukat, tartalmas programot kapnak itt a Művelődési Háznak a szervezésében. Hosszú idő óta most van az első alkalom, amikor a gyerekeknek és részben a felnőtteknek is tudunk olyan szórakozást biztosítani, ami a városi és a szellemi igényeknek gyakorlatilag megfelel, mert a társas rendezvényekre, a csoportos rendezvényekre már mindenki ki van éhezve, meg volt már erre az igény. A Városi Gyermeknap az idén az első szabadtéri rendezvényünk. Ezen a napon egy tartalmas élményekkel gazdag programsorozathoz kínálunk a gyermekeknek és a szülőknek. Ingyenes ugrálóvár, vidámpark, csillámtetoválás, népi kézműves játszóház, homokvárépítés és sok még egyéb más szórakoztató játék program várja a gyerekeket. Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát.